Sziasztok, üdvözöllek benneteket, szép napot kívánok mindenkinek, erőt, egészséget. Vettem ezt a szép nagy pulyka nyakakat, ebből fogok készíteni pörköltet, és nem ahogy Isten adta, hanem úgy késsel hányott galuszka lesz hozzá, és cseresznyepaprika feltálalva hozzá. Fogadjátok nagyon sok-sok szeretettel, nagyon finom lesz, megígérem. Hát az első művelet, gyerekek, elsősorban is úgy csináljuk, hogy begyújtjuk a kályhába a tüzet. Úgyhogy, hát már a helyszínen megint kormos lettem, ez alap dolog, de ha otthon készítetek az ételt, akkor a kerámia lapon az valószínűleg ez a dolog elkerülhető, nagy valószínűséggel. Majd mindjárt bevegyek, meg fosdóba meg kell mosnom a kezemet, mert kormos lettem a helyszínen. De ez nem fogja a kedvemet elvenni a mai naptól, úgyhogy ezt mindenféleképpen el fogom készíteni, és bele vezetlek benneteket ebbe az étel különlegességbe. Hát nem nagy különlegesség, de mégis ezt nem nagyon sokan szokták csinálni. Elindítjuk a tüzet, remélem belekap. És tanultam nem sokára. Össze fogom darabolni a pulykanyakat ilyen kis tallér vastagságnyira. Jó! Üveletünk, hanem ezeket így össze fogom vagdalni ilyen csíkokra. Ugye, ha nem bárdal, ugye együttéssel meg kell mérni ezt az egészet, vagy pedig aki tudja, szerintem fűrésszel is jó lesz. Ennyi az a rész. Mondjuk ez a legnehezebb rész. Ez az összeaprítás. Na gyerekek, hát úgy van, hogy én már össze is daraboltam a húst íme. Látjátok, akkor kezdjünk neki a munkálatokhoz. Na megnézzük először a tüzünket, hogy hogy áll. Eléggé lövi a dolgát. Ó, hát ez... Szuper, szuper. Nagyon jó. Nagyon jó. Oké. Na ezért akkor nincs más dolgom. Csapjunk a lecsóba. Nos. Akkor feltesszük ide a lábasunkat, amivel készül a kaja. Na most a zsíradékkal úgy vagyunk, hogy itt ilyen mangalica zsír van. Körülbelül egy jó betyáros evőkanállal, jó másfél evőkanállal, hát olyan 15 dekányi zsíradékot ide teszek olvadni. Ennyi készülés, és majd a végén a paprikálunk. Na, itt már összeaprítottam itt a fokhagymát, meg egy olyan 10 dekás vöröshagymát, 2 gyűrűt. Egyébként elmondom, hogy a húsnak a mennyisége 1,5 kiló. Nem olyan sok minden. Azért adok neki egy kicsit bőzsírt, mert a tészta az majd fogja igényelni. Tehát nagyon jó, hogy nem szoktam készíteni, akkor bele is zuppantjuk ide a hagyma adalékot. Így. És üvegesre kirítjuk egy kicsit díszteni, egy picit így, hogy díszteljük a hagymát. Így, ennyi az egész, egyelőre. Na, hát akkor úgy néz ki, hogy ó, de jól lövi.
Á, de jó kályhán főzni, gyerekek, figyeljétek el, hogy nagyon jó az a kis füstös dolog. Nos, hát én már összedaraboltam, megmostam a húsokat. Itt vannak. Akkor már is úgy csináljuk, hogy ezt belehelyezzük így a hagymán tetejére. Egyébként nagyon finom ételt fogok készíteni, mert meglátjátok a végén. Ugye minden a végén csattan az ostor, ugye szokták mondani. Még egy nagyon picikét fehérré sütjük a hagymával, és aztán mondom a vizet, annyi vizet öntünk rá, hogy éppen hogy csak ellepje a újkanyakunkat. Így egy kicsit fehér legyen. Ez azt jelenti olyankor, hogy képződik egy kis kéreg, ez a sütés azért pörkölt, hogy oda van pörkölve egy picikét, neki azért ez a neve, de semmi más. Na, hozom a vizet már is. És vagyok. Ide felteszem, addig nem ér kár az alumínium kannát. Csak várunk. Ujjjjjjj. Na már látjátok, egy kicsit fehéredik is, ugye? Mint ahogy említettem az imént. Így egy nagyon picit kellene a másikakat, így egy picikét megforgatom benne, hogy az is legyen egy kicsit fehér. Így van benne egy-kettő. Az egy másodperc kérdése az egész. Így. Lesz. Mutasd bele majd a videóba, hogy már ez a kifehírt. Így ez vörös. Na, úgy látom, már ez szépen megsült, illetve kicsit kérgelődött. Hadd rá most már megkoléni. Na gyerekek, úgy látom, hogy a dolog most már szuper. Akkor most már teszünk bele őrölt paprikát. Azt mondjuk egy, kettő ilyen teáspanállal teszünk bele, mert másfél kiló egyébként a hús, és annyi víz van rajta, hogy ellette a hagyma meg. Ez egy olyan 10-12 dekás volt, meg két gerész fokhagyma van benne. Tehát olyan nagyon nagy dolog nincs. Félbe vágtam ilyen tévépaprikát, és azt is teszünk bele, így. Én mindjárt fel is fűszerezem, hogy ne legyen vele annyi probléma. Nézzük, hogy ez a jó házi paprika milyen színpedik neki. Így, akkor egy kicsit látom a kis fagyát. Ó, hát ez szerintem pont ez éppen elég. Jó lesz ez, gyerekek, jó lesz, finom lesz, úgyhogy bárki el tudja készíteni eddig. Nos, továbbá, már is teszem a további adalékot. Nézzük, hát olyan, hogy piros arany. Hát ezt is teszünk bele, egy olyan mokkásnyit. Ez az nagyszerű. Most jövök a sóba, hát abból egy ilyen teáskanállal teszünk bele sót. Így, ne. Hát, hogyha majd később igényeli, még kér bele, akkor majd még minőségi ellenőrzés után tudjuk elmondani, hogy mennyi pontosan. De most egy teáskanállal adtam bele. De van még itt egy kis mokkáskanál, egy kis borsom. Azt még bele is szólom, nagyszerű, és kap itt mindjárt egy fél cseresznye paprikát, egy kis villanat, ezt megmosom itt a paprikámat, itt a zoldánámat, egy kicsit poros. Ez az,
Azaz. Nagyszerű. Hát egy ilyen kis cseresznyét is meg. Úgy is el fog veszni benne. Hát szerintem túl sok minden nincsen már hátra. Majd teszek bele egy kis sűrített paradicsomot is, később idők folyamán. Csak még azért nem teszek bele, hogy ne, hogy összekapja, keményítse a húst jobban. Hát a többi már a kályhának a dolga. Tehát ez cseresznyepaprikát nem szükséges. Tehát lehet, aki a kis csípős szereti, annak szó, de aki nem, de az az isteni neki nagyon jó lesz a tésztához a késsel vágott galuskát fogok bele szaggatni. Nem soká jövök vissza. Nagyon szuperálló főz. Na most jöttünk el egy olyan pozícióba, hogy teszünk bele egy kis sűrített paradicsomot, mert ez egy különlegesen másképpen készítem, mint ahogy van. Egy, mivel a kettő ilyen teáskanálnyi van, és az a helyzet, hogy már most annyit szeretnék még mondani, hogy még ez fő, én elfogom a tésztát mindjárt darabolni, feltesszük a vizet, hogy főjön ki a tészta hozzá, mire kész lesz, hogy össze tudjam játszani majd a kettőt, a pörköltet a tésztával, tehát a késsel hányott tésztával. Látjátok, a paprikai széjjelpőt megkóstoltam, csináltam egy ilyen minőségi, már jó sűrű szap, nézzétek, milyen jó sűrű szapja van. Nagyon szuper étel lesz. Aki elkészíti, jó étvágyat hozzá. Hozzáfogunk a tésztához most. Ez meg itt lassú tűzön, hagyj pötyögjön úgy, ahogy van. Na, gyerekek, átcseréltem itt a dolgot, és akkor öntök fel ide egy kis vizet, egy olyan jó literit másfelet, és így feltesszük forrásba a vizet, és teszek bele egy körülbelül jó csipetti sót a vízbe. Így. De még lehet nem elég, akkor teszünk bele kettőt, ez nem rontja el. Jó. És megvárjuk, hogy forjon a víz, és akkor hozzáfogok a tészta vagdalásához, amit különlegesen fogok készíteni nektek, illetve magunknak is. Na gyerekek, egy olyan 20-25 deka lisztet, ugye, hogy már el is készítettem, amihez majd adok kettő darab tojást. Egy. Adunk hozzá egy, hát egy olyan kis csipetnyi sót, így körülbelül ennyit. Így. És ezt addig fogjuk keverni együtt, még egy olyan állagot nem kapunk, amely eléggé késsel lehet majd darabolni. Így. Ezt kézzel kell, gyerekek, ezt összegyúrni. És annyi vizet töltünk hozzá, én már ide készítettem egy kis vizet, hogy olyan állaga legyen, hogy pont jó legyen. Na gyerekek, én ezt már itt király össze van gyúrva a tésztám. És hozok ki még egy kis lisztet, meg megmosom még a kezemet, mert már most sok van rajta ez a ragacs. Ez már így jó. Na hát körülbelül így, ilyesmi jellegű legyen a tésztátok át. Ilyen. Jó, nos, jövök vissza, hozok még egy kis lisztet, mert kell majd alászórni, meg megmosom a kezemről, lejönnek ezek a gulák itt a kezemen. Keleti kényelembe vágom itt most magamat, így. Egy kicsit idejövök, és akkor hozzákezdünk ez a tészta gyártáshoz. Ugye?
Hát csinálok egy ilyen kis ilyen téglalapos féle valami kis maszekcsíkot, és akkor így letesszük ide, elveszek a kést, és akkor vágunk ilyen kis vékony kis, látjátok, így ennyi az egész. Nem olyan nagy ördögi mesterség, de abúgy borzalmasan nagyon finom lesz amúgy. Ez lesz az igazi, gyerekek. Olyan fincsi lesz, hogy 7 nyelven beszél, a 8-at meg akkor fogja tanulni. Na gyerekek, ez eléggé pepecses munka volt, de szerintem lesz probléma vele, mert ugye már is megnézzük a tésztánkat, mert én is igyekszek most már, mert úgy látom, hogy forrik a vizem is. És hallom, úgyhogy már olyan túl sok tennivalónk nem igazán van. Nos, ezzel végeztünk a tésztánkkal, gyerekek, ez kész. Megnézzük a vízünk, hogy áll, és akkor... Ó, hát ez már zubéjétébi. Megkavarjuk ezt a pörit. Úgy látom, ez is egy olyan 85%-ba körülbelül kész van. Éj, milyen jó sűrű szattunk. De hát szerintem nagyon jó ízott, mert volt egy minőség ellenőrzés, a smell, leöblítem már ezt a kanalat, most egy kicsit, hogy szép legyen a tésztám. Hát ez nagyon felszöltös. Nagyon jó. Egyszer ezt ide teszem, és már is hozom a tésztát. Leszedjük ezt a műanyagtálíba, mert így lábason keresztül, tehát így rongyon keresztül, igen, még a ruha is beresne, szerintem a forrásban lévő vízbe. Így, hát. Ha jó, megliszteritek, akkor nem tapad annyira össze. Ez is valamennyire, de majd a víz majd széjjel dobja. Nos, akkor indulunk, hagyjuk én a művelet. Ugye forrik a vízünk. Hú, rögzítjük, hogy forrik a víz. Akkor zubbantjuk be a tésztánkat. Így, nagyszerűen szépen hagyfél meg, aztán mindjárt hozok egy galinyó szűrőt, amivel majd le fogjuk majd szűrni, leöblítsük és rádobjuk a pörpörtle, és nem soká jövök a tálalással, gyerekek. Hát gyerekek, az a helyzet, hogy őszintén szóval ez már elkészült, tehát eléggé jól megpuhult a húsunk is, négy jó sűrű szak. Én már leszűrtem a tésztát, gondolom ez nem kell ebből ilyen ügyet csinálni. Ügyet is elmondjam. Ez le van mosva, el van szűrőd, akkor a következő művelet az jön. Csapast! Így. Megfőtt, elkészült. Egy kicsit átsütöm bele. Na nézzük, hogy mit csináltunk ma. Hű, gyerekek, nézd oda! Na, és most már ez össze van kavarva, jó szaftos, tésztás. Hű, gyerekek, micsoda illat felhője van. Ah, őrület, nagyon finom lett. Nos, akkor nincs más hátra, jövök a tálalásra. Elkészültem! Remélem ízleni fog a családnak.
készítsétek el ti is. A nagyon finom és laktatós, jó étvágyat kívánok hozzá. Legyen szép napotok, az Isten adjon nektek erőt, egészséget, szerencsét, millió puszi ölelés.